Köszöntöm Önöket, Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. 1500 milliárd forinttal több jut az élelmiszeripar és a mezőgazdaság versenyképessé tételére. Magyarország ugyanis átmeneti támogatásban részesül az elkövetkezendő két évben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból. Az első pályázati kiírások áprilisban jelennek meg. Először a kisebb állattartók fejlesztéseinek felhívása, majd a kertészek gyümölcs- és gyógyültetvény telepítését segítő programja jelenik majd meg. Magyarország az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 2021 és 2022-es évre átmeneti támogatásban részesül. Ezt a forrást a magyar kormány még 80%-os hazai társfinanszírozással egészíti ki, vagyis az átmeneti években több mint 1500 milliárd forintot, az új programozási 2021-2027-es időszakban pedig összesen 4500 milliárd forintot fog jelenteni az ország számára. Ennek koordinálására februárban létrejött a Vidékfejlesztési Kormánybizottság, amely a források nyomon követését végzi, illetve tájékoztatást és beszámolókat kér az Agrárminisztériumtól. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elkövetkezendő két évben 1527 milliárd forint forrásunk lesz az élelmiszeripar és a mezőgazdaságnak a versenyképessé tételére. A több éves kifizetésű felhívások esetében itt lehetőség van a kötelezettségvállalási időszakok meghosszabbítására. Ilyen pályázati felhívás például az agrárkörnyezetgazdálkodás, az ökológiai támogatások, a Natura 2000-es támogatások, vagy az őshonos állatfajták tartásának támogatása. A beérkezett nagyszámú igénylésekből kifolyólag döntés született arról, hogy az állattartó telepek fejlesztésére és a kertészeti üzemek korszerűsítésére kiírt pályázatok keretösszegét megemelik. Így az előbbi új keretösszege 260 milliárd forintra nőtt, utóbbié pedig 68 milliárd forintra. A másik eset, amikor a keretösszeg megemelésére van lehetőség, itt legkorábbi időpontban, áprilisban az állattartó telepek és a kertészeti beruházások kerülhetnek sorra. Az állattartó telepek esetében egy 30 milliárd forintos, majd a tojótyúk telepek esetében, ez májusban lesz meghirdetve valószínűleg, egy 20 milliárd forintos beruházási támogatással számíthatunk. A kertészeti vonalon most áprilisban ültetvény, gyümölcsültetvény telepítés és gyógynövénytermesztésnek a támogatása kerül sorra 15 millió forint értékben, utána következő a júniusban két pályázati felhívás is valószínű, a gombaházak korszerűsítése 20 milliárd forintos keretösszeggel és általános kertészeti, tehát minden kertészeti üzem részére elérhető 50 milliárd forintos pályázat. Ami a gazdák számára még rendkívül érdekes pályázat lehet, a terményszárítók, tisztítók fejlesztésének a támogatása, ez is május hónapban kerül előreláthatólag meghirdetésre 50 milliárd forint értékben, és ami az én szívem csücske, az a mezőgazdaság digitális átállásához és a precíziós mezőgazdasági fejlesztések támogatásához kapcsolódó pályázat, ami júniusban lesz meghirdetve, és elég nagy keretösszeggel, 100 milliárd forintos keretösszeggel. Az élelmiszeripari vállalkozások is készülhetnek pályázati felhívásokra. Két pályázati felhívás fog megjelenni. Az első az a kisebb léptékű beruházásokra vonatkozóan 2021 májusban 50 milliárd forint értékben, és a nagyobb projektek esetében júniusban várható a pályázati felhívás 200 milliárd forintos keretösszeggel. A szakértők szerint történelmi magasságokba emelkedhet az idei új búza ára. Ez pedig a liszt és a kenyér árának változását eredményezi. A piacon már kint lévő kereskedői ajánlatok ugyanis 70 ezer forintos búzaárat tartalmaznak. Ilyen magasról Magyarországon még soha nem indult az új búzaára. Nem csak szépre szép a búza és az árpa baranyában, hanem a csillogó levelek arra utalnak, hogy egészséges is. A búza drágulása miatt tovább emelkedhet a liszt és ezzel minden lisztet tartalmazó élelmiszer ára. A kilátások nem jók, mára 70 ezer forintra drágult egy tonna étkezési búza, miközben az aratás után 50 ezer forintról indult.
Azt látjuk már, hogy az előszerződéses kötések, ami az idei évre köttetnek, azok már sokkal magasabb áron köttetnek, mint ami tavaly ősszel eladtuk a terményeinket, vagy a tavaly nyár folyamán. Tavaly nyár folyamán körülbelül egy étkezési buzának az ára az ilyen 5500 és 6000 forint között volt. Most jelen pillanatban a kötési lehetőség már most 6500 forinton van. Én úgy gondolom, hogy ez szezonban még följe fog menni. Ennek nagyon sok összetevője van. Itt, ha visszatekintünk hosszú távra, 30 évvel ezelőtt a gépáraknak egész más ára volt, most megint más ára van. De ha rövid távon visszatekintünk, akkor tavaly a műtrágyát 5000 forintért tudtuk megvásárolni, az idén meg 8000, és ma hallom, most már lassan 9000 felé közelít. Tehát az input anyagok, vetőmag, gépárak, technológia, minden ebbe az irányba mutat. A világpiacra termelnek a gazdák, a gazdaságaink. Én úgy gondolom, hogy a magyar áru igenis jó áru, keresett áru, a világpiacon is egy keresett áru. Én inkább itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a vásárlóerőnek meg kéne különböztetni a jó helyi terméket és a dömping terméket, mert a nagy üzlethálózatok azokat árulják, a nagy dömping termékeket, és ha a vásárlóink azokat veszik, akkor az ő malmaira hajtjuk a vizet sajnos, mert őnáluk csapódik le akkor a profit, a nyereség, és ő ezáltal még több ilyen dömping árut tudnak ránk szórni. Én úgy gondolom, hogy a magyar termékbe bízzanak a vásárlók, a magyar terméket keressék és vásárolják. A mohácsi malomban naponta 8-10 tonna búzát dolgoznak föl. A szakemberek szerint az áremelés nélkül nem bírná ki az ágazat ezt az évet. Így a januári után áprilisban újabb lisztáremelés következhet. A kenyérben átlagosan 70% a lisztaránya és a költségek mintegy egyharmadát teszik ki az alapanyag. Kovács Emese pécsi pék szerint nagy gondot okoz, ha 10%-nál többet emelkednek az árak. Különböző találgatásokat lehet hallani, hogy milyen mértékű áremelés várható, hiszen nem volt a tavalyi év sem túl jó a gabonatermésben, és azóta is ugye nagyon az időjárás nem kedvez a gabonatermésnek, nagyon kevés volt a csapadék. Elhangzottak már 20-30, akár 40%-os számok is, nem tudom, hogy mi lesz belőle az igazság, azt gondolom, hogy van egy olyan szint, amit már egész egyszerűen nem lehet majd fölvállalni. Én úgy gondolom most első hallásról, látásra, hogy ha egy 10%-os áremelkedés várható a lisztek árában, azt még az ember benyeri, feltéve, hogy a más adalékanyag, hát amit használok, magvakat, olaj, tejtermékek, stb. Árai nem változnak. De hogyha 10%-ot meghaladó mértékű lesz a liszt árának a változása, akkor abból valamennyit muszáj lesz áthárítani ahhoz, hogy életképesek tudjunk maradni. Sági Tibor egy paksi gabonakereskedelemmel foglalkozó cég ügyvezető igazgatója. Azt mondja, több oka is van a gabona áremelésének. Véleményem szerint ennek két oka van. Az egyik ok, ez egy egyszerű ok, minden válság, minden világválság, vagy akár regionális válság esetében is az emberek olyan dologba szeretik a pénzüket fektetni, ami fogható. Nyersanyagokba, gabonába, fémekbe és egyéb fogható dolgokba a pénzügyi szektorból áthelyezik a pénzeiket, és ugye nyilván ez egy keresletet generál, és ez a kereslet, ez ugye emelni szokta az árakat. Tehát az egyik fontos összetevője, hogy itt most a válság az a pandémia, nagyon sok ember bizonytalanságot érez, és ilyenkor jellemzően a piacok fogható árukba menekülnek, oda teszik a pénzüket. A másik nagyon fontos okozója ennek az extrém méretű és hirtelen történt gabona áremelkedésnek, az pedig egyértelműen Kínának a vásárló ereje. Kína a jellemző piacairól, politikai és egyéb más okokból és hát kénytelen volt továbbállni, és eljött szétnézni a Fekete-tengerre, ugye ahova a magyarországi áruk is nagy százalékban kerülnek, és onnan mennek aztán a végső felhasználási helyeikre, a Közel-Keletre, a Földkő-tengernek a medencébe, ugye ezek a mi konvencionális piacaink, nem Kína, és ezen a piacon, ami azért a világpiac szempontjából nem a legmeghatározóbb, megjelent egy óriási vásárló, aki ugye másfél milliárd embert szeretne etetni, jó minőségű búzával, és ez a vásárló itt megjelent, és ennek következményeképpen az árak ilyen mértékben megemelkedtek.
kínai államnak a felvásárolni kívánt mennyiségét nem ismerjük, de jelen pillanatban magyar nagyon magasan tartja az árakat. Ami még ehhez hozzájárul, hogy a búza ilyen mértékben megemelkedett, és ezt persze ugye nyilván a lisztnek az emelkedését is ez okozta, az, hogy az oroszok, akik ugye néhány évvel ezelőtt még importőrök voltak, most már exportőrként jelentkeznek a világpiacon, ott pedig az orosz állam egy exportbüntető vámmal próbálta a gabona mennyiségeket az országban tartani, szintén a pandémiára hivatkozva. Gyakorlatilag 20 dollárról büntetett minden egyes tonna búza exportot, tehát ez még nagyobb hiányt generált a Fekete-tengeren és a Földközi-tenger medencében, hiszen az orosz áru csak büntetések árán kerültett erre a piacra. A búza ár jellemzően minden nyersanyag ár, de ez nem csak az élelmiszeriparban igaz, hanem bárhol, hogyha az alapanyag ár emelkedik, tegyük föl 20-30%-kal, akkor a feldolgozott termékek jellemzően egy picivel ennél nagyobb, azaz 30-40%-kal is képesek emelkedni, hiszen ugye minden feldolgozott termékben még van elég sok hozzáadott érték, tehát ezek ugye emelik az árakat, és röviden összefoglalva ez a sajátos piaci helyzet, világpiaci helyzet Magyarországra történő begyűrűzése okozta ezt a nyersanyag, majd abból következő feldolgozott termék árrobbanást. Bővül a szépészeti képzések kínálata a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre Technikum és Kollégiumban. Azonban más változás is történt az intézményben, ugyanis megújult, modern tanműhelyekkel várják a szépségipar iránt érdeklődőket. A közel 20 millió forintos beruházást a Tolna megyei szakképzési centrum finanszírozta. A Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre Technikum és Kollégiuma a szépészeti képzések területén eddig is bő kínálattal rendelkezett, azonban ez tovább szélesedik, ugyanis a fodrász és kozmetikus technikus mellett a kéz- és lábápoló technikus szakma oktatása is kezdetét veszi. Mindezekhez a képzési feltételek jelentősen javultak az elmúlt hónapokban, mondja Juhász Gábor, intézményvezető. A szakképzési centrummal közös beruházásként 4 tanterem megújulása történik jelen pillanatban is. Ezek közül 3 tanteremnek a festése, újra burkolása történt meg, illetve a berendezése mind a 4 tanteremnek teljesen megújult. Nem csak új, hanem sokkal modernebb eszközök kerültek be a rendszerbe. Ez lehetővé teszi azt, hogy a szakmai képzési évek, a szakmai képzési rész az sokkal modernebb, 21. századnak megfelelő körülmények között zajlódjon az iskolában, mind a 3 szakképesítést tekintve. Ezek a termek négyzetmétereit tekintve nagyjából 200 négyzetméteren terülnek el. A beruházások összegéről annyit lehet mondani, hogy néhány 10 millió forintról beszélünk, tehát gyakorlatilag egy 20 millió forintos fejlesztésről van szó. Itt minden eszköz nagyon nagy értékű eszköz, és ezért is van itt jó helyen, mert itt ezek az eszközök nagyon komoly megbecsülésnek vannak kitéve, vagy ha úgy tetszik, a diákok és a kollégák is nagyon nagy becsben tartják ezeket az eszközöket. Elektronikusan tudjuk őket állítani, teljes mértékben a vendég kényelmének megfelelően. Az ágyakat teljesen el tudjuk alakítani masszázságyá, ami azt jelenti, hogy a vízszínbe helyezése után ugye szükség esetén, ha hasra fekszik a modell a testmasszázsnál, akkor így is minden kényelme biztosítva van. Az új több 100 000 forint értékű kozmetikai ágyakat mutatja Pálinkás Andrea, a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégium kozmetikus szakoktatója. Jelenleg még új illata van mindennek, annyira új, hogy a diákok még egy kicsit sem szagolhattak bele. 90%-os készültségben vagyunk, azt gondolom, hogy a nagy dolgok a helyére kerültek, még vannak kis apró cseprő szépítési hiányosságok, amiket már alig várunk, hogy be tudjuk fejezni. Én azt gondolom, hogy most már elmutatjuk, hogy tényleg 21. századi tanműhelyen rendelkezünk, 8 kezelőszékekkel, minden kezelőszék azt gondolom, hogy tud mindent, ami a mai korban elvárható, a gépi felszereltség, a teremnek a nagysága. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a jövő kozmetikus képzése színvonalas legyen. Az idősebbek számára is indulnak 2 éves képzések.
felnőttek számára az iskolának a fő profilja a duális képzés, ezen kívül azonban tudunk biztosítani akár felnőtt képzést, akár a végzett kozmetikusok számára már mesterképzést, illetőleg egyéb tanfolyamok lebonyolítására kiváló új felszereltermekkel rendelkezünk. Tehát a nappali képzés azt jelenti, hogy most a lányok két napot vannak iskolai keretekben, ahol az elméleti képzés folyik, és a gyakorlati helyeken szerda, csütörtök, pénteki napon vannak, ahol a mesterektől a szakma fortéját tanulják meg. Azt gondolom, hogy sokkal eredményesebben tudnak így részt venni a gyakorlatokon. Az eddigi képzés ugye egy hét iskola volt, és egy hét gyakorlat, itt azt gondolom, hogy heti rendszerességgel tudnak, úgyhogy talán azt gondolom, hogy a gyakorlat sokkal hétköznapibbá válik így. Ez egy gyönyörű szép szakma, rendkívül nőies, a divattal foglalkozik, ezért is gondolom, hogy ennyire divatos mindig a fiatalok körében. Az a kis szépséghibája a dolognak, hogy sok diák azt gondolja, hogy elég a szép fehér tisztaság és a divat ehhez a szakmához, de azt gondolom, hogy elég komoly szakmai háttér kell hozzá. Nem csak a kozmetikus, a fodrász tanulók is megújult környezetbe térhetnek majd vissza. Közéjük tartozik Érsek Ivett, 12. évfolyamos diák is, aki szerint soha nem volt kérdés, hogy mivel szeretne a jövőben foglalkozni. Kiskorom óta szerettem volna már fodrász lenni, és adatott ez a lehetőség. Nagyon szeretek idejárni, tanárok nagyon jók, szeretem nagyon. Szeretnék egy üzletet nyitni mindenképpen, így egyedül. Szerencsére volt lehetőségünk a 2020-21-es tanévben megújítani a termünket. Nagyon jó ez, mert korszerű eszközöket kaptunk, ez nagyon fontos a diákjainknak is a továbbtanulási lehetőségekben. Nagyon népszerű egyébként, és egyre népszerűbb, tehát a szolgáltatóipar nem csak a fodrász, hanem a köröm, kozmetika és a többi. Reméljük, hogy ez így is fog maradni a közeljövőben, és minél több diákot várunk a szolgáltatóiparba. A szépészeti ágazat, illetve az összes technikus képzés azt gondolom arról szól, hogy jelentős mértékben megváltoztak. Nem csak az elvárások, hanem a követelmények is. Ezek a fejlődésnek magával járó következményei. Azt gondolom, hogy mind a technikus képzések, mind pedig a 3 éves szakmunkás vagy szakképzős képzések, azok arról szólnak, hogy kövessék a technológiai fejlődést, kövessék az elvárásoknak a fejlődését, és azért aki szépészetben dolgozik, az tudja, hogy ő emberekkel dolgozik. Az emberekkel való foglalkozás egy roppant nehéz szakma. Azt gondolom, hogy ez hivatástudat nélkül biztosan nem működik. Ahhoz, hogy ehhez meglegyen a motiváció és meglegyen a kellő szakmai tudás, ahhoz egy ilyen tanműhelyre, egy ilyen elméleti és gyakorlati oktató bázisra van szükség. Nyilván a bővítésre azért is van szükség, mert látjuk azt, hogy az igények ebben az irányban milyen megnövekedett mértéket mutatnak. Az elmúlt 2-3 évben nyugodtan mondhatom, hogy megduplázódott a jelentkezők száma a szépészeti ágazati képzésekre, és ugye itt csak érettségével együtt szerezhető meg ez a szépészeti ágazati képzés, akár a fodrász, akár a kozmetikus technikus, akár a kéz- és lábápoló technikus szakképesítés. Tehát van egy elvárás már a belépésnél is, és természetesen a képzés folyamán végig, és az elvárás ez nem csak arról szól, hogy tanulmányilag megfeleljen valaki, hanem az emberekkel való foglalkozáshoz is meg kell felelni nagyon sok követelménynek. Azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben vannak a tanulók, hogyha erre a képzésre hozzánk jelentkeznek. Több határidő közeledik, amikre a mezőgazdaságból élőknek különösen oda kell figyelniük.
Március 31-kel nitrátjelentést készíteniük a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak. Az egységes terület alapú kérelmeket pedig április első felétől május 15-ig lehet beadni. Az állattartók is pályázhatnak különböző támogatásokra. 2021 tavasza. Ez sokak számára nem csak az üzemek környékén földeken való tennivalókat jelenti, hanem a különböző határidők lejártát is. Ezért különösen fontos ezekre odafigyelni. A nitrátjelentést például március 31-ig be kell adni, méghozzá elektronikus úton. Ez a nitrátérzékeny területen gazdálkodókat érintik és az állattartókat. Egy adatlapot kell beadni a kijuttatott nitrogén hatóanyagok mennyiségéről, tehát területekre, földterületekre kijuttatott nitrogén hatóanyagok mennyiségéről. A gazdának folyamatosan nyilvántartást kell vezetnie azokról az adatokról a gazdálkodási naplóban. Fontos tudni, hogyha a trágyázásra vonatkozó sorok nulla értékkel szerepelnek, akkor is be kell adni a jelentést. Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a műtrágyázás esetén a növény igényének és a talaj ellátottságának megfelelően meghatározott hatóanyagok juttathatók ki az előre meghatározott maximális értékek figyelembevételével. Itt 5 évnél nem régebbi talajvizsgálatot kell figyelembe venni. Csak szerves trágya használata esetén nem szükséges a talajvizsgálat. Ám az így kijuttatott összes nitrogén éves értéke nem haladhatja meg a 170 kg per hektárt. A gazdák számára a leginkább kézzelfogható összeg a földalapú támogatás. Erre a kérelmeket április első felétől május 15-ig lehet beadni. Erre általában fel is hívják a falugazdászok a figyelmet, de akit esetleg nem érnek elő is, ő is keresse a szaktanácsadóját, falugazdászát mindenképp, vagy adja be saját magának a kérelem felületen. Ez pontosat még nem tudunk, hogy mikor, de április első felébe szokott mindig megnyitni a felület, ami biztos, hogy május 15-ig van a beadási határidő, tehát addig kell beadni ezeket a kérelmeket. Aki május 15 után adja be, az már szankcióra számíthatott, naponta 1% szankciót vonnak le végül is a kérelemből. Mindig euró árfolyam függő, megadott napon levő euró árfolyamot nézik, sőt utána még van egyfajta visszaosztás is, de ilyen 75-80 ezer forint körüli az átlag területalapú támogatás, tehát a területalapú és a zöldítés egyben. Állattartó telepek korszerűsítésére is lehet pályázni. Ebből akár a juh- és kecsketartó telepeket is lehet fejleszteni, oda gépeket lehet beszerezni. Továbbá megújuló energia felhasználására irányuló technológiákat lehet alkalmazni. Itt egy beruházási támogatásról van szó, 50%-os visszanemtérítendő támogatással. Ez májusban, egyenlőre azt látjuk, hogy május 12-től nyílik meg ez a lehetőség. Az állattartók közül nem a nagyon nagyok, de mindenképpen egy bizonyos üzemméret felettiek. Tehát itt lényeges, hogy a 6000 eurós üzemméretet elérje. Ez egy ST érték, egy számított érték, amit el kell érniük. Ők adhatnak be pályázatot, viszont az állattartók közül most a viszonylagosan kisebbek kerülnek előtérbe. Az ősz folyamán volt egy pályázat, ahol direkt a nagyokat célozták meg, ott a támogatási összegek alsó határa volt meghatározva, tehát az fölött pályázhattak, most pedig az alattiak. Tehát itt például szarvasmarhatartók esetében 50 millió forint a maximum támogatási összeg, sertésbaromfi esetében 100 millió a maximum támogatási összeg, és alsó határérték most nincs meghatározva. Tehát a kisebbek is nyugodtan pályázhatnak ebbe. Itt egy kicsit lazábbak a feltételek is, nincs annyi minden megszabva, mint a nagy pályázatoknál. Ott a különböző részeinek a pályázatnak, tehát hogy mi fordítható takarmánytárolásra, mi fordítható gépre, az nagyon keményen be volt szabályozva. Most egyenlőre még a tervezetben nem látunk ilyeneket. A kormány tervei szerint 2021-ben agrár- és vidékfejlesztési támogatások címén 782 milliárd forint kerülhet a gazdálkodók számlájára. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum,
Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.